Sziasztok! Ez itt az Ideolog című műsorunk harmadik része, melyben Dániellel fogunk interjút készíteni az általa vallott progresszív fasizmusról. Főként arról fog beszélni nektek, hogy mi is ez pontosan, illetve hogy miben tér el a klasszikus fasizmustól. Először kérlek, vezess be minket röviden a progresszív fasizmus világába, mert őszintén szólva én még nem hallottam erről az eszméről. Liberál fasizmusról igen, de az nem egy igazi ideológia, inkább az amerikai konzervatívok pejoratív kifejezése az új baloldalra. Hogyan lehet a fasizmus progresszív? Érdekesen hangzik, mivel alapvetően tradicionalizmus jellemzi. Mindenek előtt le kell szögezni, hogy ez az egész egy általam kreált elnevezés, amely szerintem a legjobban takarja eme ideológia lényegi részét, és megfelelően összefoglalja mindazon elveket, gondolatokat, amiket én személy szerint vallok, és nem helyezném bele magam 100%-osan egyik általam ismert ideológiai csoportba sem. A célja és alapelvei rendkívül hasonlítanak a klasszikus olasz fasizmus vagy a spanyol falange elveihez. Gondolok itt olyanra, hogy a pártokrácián felüli jobb és baloldalt egyesítő eszméről beszélünk, melynek legvégső célja a nemzeti egység létrehozása, a nemzet nagyjátétele és az állam fejlesztése, folyamatos építése, meghatározott erkölcsi normák mellett. Megjelennek itt olyan dolgok, mint a militarizmus, ám bár a katonai fejlesztés helyett előtérbe helyezném a technológiai modernizációt, az antikommunizmus, illetve a jobb és baloldalról is hasznosnak vélt részletek átvétele. Mitől progresszív? Hangzatosan úgy mondanám, hogy a szív tradicionális, az ész az progresszív. Valóban, szó-mi-szó, tradicionalizmus jellemző a fasizmusra, és lényegében a progresszív fasizmus esetében sincs másképp. Habár a hagyományos, klasszikus értékeket tartom követendőnek, és a végső célnak a nemzeti egységet, én úgy fogalmaznám meg, hogy a progresszivitást az oda vezető útban látom. Elsődlegesen egy új, kompromisszumkészebb megközelítést vélek előremutatónak, amely lényegében abból áll, hogy ez az ideológia befogadó más érdekcsoportokkal szemben, gondolhatunk itt politikai, vallási vagy szexuális identitás szerinti csoportosulásokra, tehát legyen akár egy velem teljesen ellentétben álló személy, ha hajlandó a nemzeti egység ügyét előrevinni, és az ő csoportját is megnyerem, hajlandó vagyok engedményekre bizonyos téren. Logikusan ár-érték arányban akvirál, gyűjt össze új elemeket, amennyiben az elősegíti az egységes kormányzás és a nagy közös cél elérését. Mondhatnánk opportunistának is, ellenben szívemhez közelebb áll a progresszív jelző, ugyanis mindez a modernizálódás és a haladás érdekében történik. Ezért fontos kiemelni, hogy a végső célnak változatlannak kell maradnia. Tehát leegyszerűsítve, az ideológia képes változni a körülményekhez igazodóan, új eszmék hatására, de ez az eszme legfőképpen a nemzeti egység és a nemzet kulturális, technológiai és gazdasági felmelkedéséért dolgozik. Továbbá vallom a technokrácia bizonyos elveit, amiket a későbbi kérdések során kifejtek. Meg kell még említenem a revízió kérdését is, mely a jelen állás szerinti etnikai határok meghúzását pártolom, ami sajnos már kevésbé előnyös a 100 évvel ezelőttiekhez képest, illetve a trianoni diktátum véghezvitele alatt elkövetett bűnök és atrocitások végetti formális bocsánatkérést és gazdasági korrekciót az érintett döntéshozó országoktól. Ez az eszme milyen államformát támogat? Monarchia vagy köztársaság? És azon belül inkább demokratikus vagy inkább autokratikus? Kezdeném itt azzal, hogy az elkövetkezendőeket történelmi példával támasszam alá. A magyar történelem folyamán számos példát látunk arra, hogy amennyiben egy erős, központosított hatalom gyakorlására egy alkalmas és tiszta gondolkodású vezető van az ország élén, az rendkívüli előrelépést tud mutatni a nemzet számára. Gondolok itt Első István vagy Hunyadi Mátyás uralkodására, sőt, még a korántsem hibátlan Horthy Miklós kormányzását is ide sorolnám példaképpen. Ugyanis mindezen személyek erős, központosított hatalommal olyan eredményeket értek el, amiket, bár a kor embere valószínűleg negatívként érzékelt, az utókornak el kell ismernie.
legyen szó itt egy állam stabilizálásáról a keresztény világban, avagy egy megtépázott ország felélesztése a háború után, vagy egy erős gazdasági és katonai hatalom megteremtése, amelynek köszönhetően védekező helyett támadó hadjáratokra lett alkalmas az ország. A szabadság egy fontos, ha nem a legfontosabb dolog. De bizonyos tekintetben határt kell szabni a népnek, és utat mutatni, ha kell, erőteljesen. Relatív, hogy mi a jó és mi a rossz, de egy szakértői, erőskező, alkalmas vezetőséggel mindez kivitelezhető. Ezen bevezető alapján nyilvánvalóvá válik a progresszív fasizmus autokrata mi volta. Az eszme alapjáraton támogatja a királyság intézményét, a monarchiát, mint államformát, amelyben az uralkodó, mint államfő felügyeli a kormányzó belső kört, amelynek tagjai az egyetlen, az országgyűlésben résztvevő párt, a néppárt tagjai közül válogatják különböző pozíciókra szakértelmi alapon. Röviden összefoglalva, egy kis technokráciával és meritokráciával kevert alkotmányos monarchia. A meritokrácia részre pedig hamarosan kitérek. Mint mondtam, a király az államfő. Neki főként szakrális szerepe lenne, és ő képviselné a régi értékeket, a hagyományokat, a több száz éves nemzet történelmét egy személyben. A belső kör felügyelete és ellenőrzése a fő feladata lenne a néppárttal egyetemben, így az is, hogy az országgyűlésben mindvégig a kormányzásra legalkalmasabb képviselők üljenek. A király nemzetközi konferenciákra járna, képviselni a hazát, a nemzeti kulturális elitet. Ezen felül jelképes szerepe lenne az ünnepek, rendezvények, események során. Felmerül a kérdés, hogy akkor miért is hasznos. Amondó vagyok, hogy egy centralizált, jól áttekinthető kormányzati rendszerben a korrupcióra fordított összeg mindössze töredékéből fenntartható egy királyi család, amely valóban a nemzet sok-sok éves hagyatékát és hagyományait képviseli. A néppártnak lehet akárki a tagja. Hasonlóan a parlamentális rendszerekhez különböző területek képviselői a tagjai. A vezető belső körnek indítványokat, feliratokat küldhet, melyeket e vezetői kar törvényi is alakíthat. Tagjai közül kerülnek ki a belső kör tagjai teljesítményi alapon. Bizonyítékkal, valós eredményekkel alátámasztva alkalmasságukat az adott pozícióra, és amennyiben erre alkalmatlanná válnak, leváltásukat kezdeményezhetik. Ez a teljesítményi érdemi alapon beválogatás, pedig nem más, mint a meritokrácia. Ezt keverném technokratikus elvekkel, így a beválogatott személyeknek nem csak érdemi, de szakmai alapon képesnek kell lenni az elvárt szintet hozni. A belső kör az nem más, mint egy kis csoport. Az államon belül teljhatalommal rendelkezne. A különböző tárcákhoz technokrata módon, szakmai és érdemi alapon a legalkalmasabb személyek kerülnek, így valószínűsíthetővé téve, hogy a meghozott rendelkezések valóban állami érdekek, a nemzeti egységet és a fejlődést szolgálják, illetve szakmailag megalapozottak. Ezen vezetők tárgyalásai alapján oszlik el az államkassa, a legkülönbözőbb állami beruházásokra, jönnek létre a törvények, alakul ki a kormányzás. Nagy vonalakban így tudom körülírni a progresszív fasiszta rendszert, mely a legnagyobb hatásfok elérésére koncentrál, az eszme elrendszerének betartása mellett egy egységes és fejlettebb hazáért. Talán még fontos lenne kitérnünk arra, hogy hogyan képzeled el a progresszív fasiszta rendszer gazdaság politikáját. A kapitalizmus, vagy inkább a szocializmus újraelosztási rendszere kerülne előtérbe. Esetleg vegyítve lenne a kettő, ahogy manapság például az Európai Unió nagy részében? Vagy inkább a harmadik utas gazdaság felé húznál, mint ahogy általában a fasiszta rendszereknél szokás? Gondoljunk itt mondjuk a korporativizmusra. Le kell szögeznem, hogy a gazdaság nem szakterületem, esetleges pontatlanságokért és fogalmi zavarokért előre is elnézést kérek. Illetve elsősorban magyar viszonylatokra gondolok, de igyekezek nemzetközi szintekre is kitérni. Alapjaiban véve a kapitalista gazdasági versenyorientált struktúráját létesíti előnyben a progresszív fasizmus. Legalábbis részben.
gazdasági ügyekben egyrészt a klasszikus fasiszta modellt látom magam előtt, mely többek között szocialista elemeket visz be a gazdaságpolitikájába. Gondolok itt bizonyos tervgazdálkodásra. Ezt úgy fejezném ki, hogy jelentős állami szabályozás. Főként a hazai munkavállalók és cégek javára, a külföldi tőkét nem kirekesztve, de őket nem is előnyhöz juttatva. Igaz, ahhoz, hogy ezt megtegyük, szükséges az államot olyan gazdasági szintre hozni, hogy az esetlegesen ezekből az intézkedésekből származó rövidtávú veszteségek ne okozzanak akkora károkat, hogy ne érje meg a jövőben learatni ezen intézkedések babérjait. Ezzel párhuzamosan vallok egy részleges autarkiát. Ezt úgy mondanám, hogy minél nagyobb részben törekedjünk az önállóságra, de mint mondtam, nem kirekesztve a külföldi importot. Másrészt pedig, mivel nyilvánvalóan elsődlegesen Magyarország gazdasági viszonyait veszem figyelembe, az ország és ország között is különbségeket kell tenni abban, hogy mekkora autarkiát engedhet meg az adott állam a saját gazdasági, energetikai és természeti kincsei tekintetében. Gazdasági kérdésnek tartom továbbá a technológiai fejlődést, a legkülönbözőbb tudományágak feldrágoztatását és anyagi támogatását, felzárkózást a világ technológiai nagyhatalmai mögé, melyben az ázsiai kistigrisek országcsoportot tudom felhozni pozitív példaként. Habár említettem a militarizmust, ennek ellenére nagyobb hangsúlyt fektetnék egy afféle technológiai hatalom megteremtésére, harmóniában a kulturális értékek fenntartásával, mint sem arra, hogy egy kifejezetten katonai hatalmat hozzak létre. A progresszív fasizmus hogyan viszonyul a valláshoz? Itt persze leginkább a kereszténységre gondolok, esetleg, ahogyan az új jobb oldal, ez is inkább a pogány vallások iránt érdeklődik? Vagy talán ateista vonásokat visel magán? Mivel itt, Európában, ha akarjuk, ha nem, a kereszténység volt a legmeghatározóbb vallás, és az a mai napig is, és ezen vallásnak volt a legnagyobb kulturális hatása a nemzetekre és az Európa képre, egy percig sem kérdés, hogy a progresszív fasizmus főként a kereszténységet tekinti zászlóvivő vallásának. A kereszténység volt az, amely a legmélyebb nyomot hagyott itt, ezen a kontinensen. Akármennyire is rajongója valaki az ősi pogány vallásoknak, nem az a meghatározó, habár tény, hogy azok voltak az elsők, de nem azok voltak a legnagyobb hatással az európai kultúrára. A vallás, mint olyan, ezen eszmében egy támogató, megerősítő jelenség. Alátámasztja múltunk, itt létünk legalitását, autonómiánk egyik fő képviselője. A kereszténység támogatandó dolog, mindaddig, amíg megmarad a maga berkeiben. Az egyházak foglalkozzanak a maguk dolgával. A hívek lelkének óvásával, ápolásával, tanácsadással, oktatással, kulturális és szellemi tevékenységekkel. De ne nyúljanak bele a politika világába. Tehát egy szekuláris államot képzelek el, ahol az egyház nem szól bele a politikába, a politika pedig nem szól bele az egyház dolgaiba. Különben támogatom a vallásoknak azon törekvéseit, melyek szerint megpróbálnak lépést tartani a modern világgal és hitrendszerüket, üzeneteiket az új impulzusok alapján visszacsatolni a hívek felé. A hit egy megerősítő dolog. Mikor nincs remény, van hit. Számtalanszor mentette meg ez a mentalitás a kereszténységet a legvészesebb órákban. Az egyház közvetítse a hitet, közvetítse a reményt, tanítson virtusokat. Az egyház fő dolga ezen rendszerben, hogy közvetítse a keresztény értékeket és erényeket, pozitív tulajdonságokat, hiszen ezek a nemzet értékei is. Na, de ne csak a kereszténységről essen szó. Vallom és ideológiám tartalmazza a vallásszabadságot. Minden csoport, minden egyén abban hisz, ami számára szimpatikus. És természetesen a nem hívők is megférnek ebben a rendszerben. Mindaddig persze, amíg a hitkérdés és a vallás nem folyik bele a politikába, illetve amíg az állam a vallásszabadságot hirdeti, elvárja, hogy a különböző felekezetek egymás felé is toleranciát mutassanak. Biztosan sok hallgató fejében felmerül a kérdés, hogy a progresszív fasizmus inkább a fajelméletet hirdető német nemzeti szocializmushoz, vagy a dél-amerikai integralizmus nevű fasiszta eszméhez áll közelebb, amely nemhogy nem rasszista, sokkal inkább a sokszínűséget és az etnikai integrációt támogatja.
vagy etnikai kérdésekben e kettő helyett inkább az arany középutat keresi? Meg kell jegyeznem, hogy a lehető legtávolabb áll tőlem és eszmémtől a német nemzetszocializmus, illetve annak minden képviselője. Ez az eszme a nemzeti egységre törekszik. És legyen fekete, fehér, keresztény, zsidó, ateista, vagy bárki, aki úgy kopogtat be, hogy ő magyar, vagy magyar szeretne lenni, ne adj Isten, csak a magyar állam további fejlődését kívánja elősegíteni, az ország párt karokkal várja. Elfogadóak vagyunk mindenkivel, aki építeni kívánja a hazát, nem is kell ilyen mértékekbe belemenni. Röviden, aki tisztességes állampolgárként kíván tevékenykedni az országban, annak helye van itt. Alapjáraton nem tartom hasznosnak azt, ha egy négy csoport szabályozatlanul keveredik és betódul az országba. Az, hogy az előbb említettek megtörténjenek, fontos az integráció. Amennyiben érkezik egy idegen, integrálódik a nemzetbe, és aktív, hasznos tagja a társadalomnak, vallástól és bőrszintől függetlenül a nemzet részét, ezáltal a nemzeti egység részét képezi. Szóval a legutóbbi kérdésre talán a legjobb válasz az, hogy ilyen tekintetben a brazil fasizmushoz, avagy az integralizmushoz áll a legközelebb a progresszív fasizmus. Bárki a nemzet tagjává válhat, ha hajlandó integrálódni. Elvárjuk más nemzetektől, hogy tisztelettel viseltessenek irántunk, és mi is félretesszük ellentéteinket, ha a velük való együttműködésről, kapcsolattartásról van szó. A progresszív fasizmus nem offenzív, nem expanzionista. A revízió kérdéséről már beszéltem. Az eszme a centralizált nemzetállamot hirdeti. Épp ezért nincs szükség a hódításra. Sokkal inkább a korrekcióra, amit hangsúlyozni kellene a világpolitika tagjainak is, különböző államok határainak korrigálásáról és függetlenségi törekvésekről. Élni és élni hagyni. Ez a külpolitikai motto. Ám az, aki a nemzet tagjává vált, vagy aki a nemzet tagja volt mindig is, azt mindenáron meg kell védeni. A nemzet összetart, a külső ellenség fenyeget. Azt már tudjuk, hogy a progresszív fasizmus hogyan viszonyul a fajelmélethez vagy az etnikai és vallási csoportokhoz, de az ideológiai csoportokhoz való viszonyát még nem tisztáztuk egyértelműen. Azt tudjuk, hogy a fasizmus alapvetően antikommunista, emellett ellenszenves számára a liberalizmus, a konzervativizmust pedig túl puhánynak tartja. Te hogyan viszonyulsz ezekhez az eszmékhez? Ez a kérdés nem megkerülhető, mert vagy szabad teret engedsz nekik, hadd terjedjenek, ezzel legalizálva a rendszered ellen való lázadást is, vagy korlátozod, illetve betiltod őket, ahogyan azt egy autokráciában szokás. Hasonlóan az etnikai és a vallási csoportokkal való viszonyához, a progresszív fasizmus más ideológiák esetében is az integrációt tartja fő irányvonalnak. Mint említettem, amíg a különböző kisebbségi csoportok képesek a nemzeti egységért dolgozni, addig természetesen engedményeket kapnak, és ugyanígy gondolom más ideológiákat vallókkal kapcsolatban is. Ugye itt felmerül az a helyzet, hogy például a különböző internacionalista, vagy éppen az anarchista szervezetek gondolatmenete annyira szöges ellentétben áll az elveimmel, hogy tulajdonképpen lehetetlen konszenzusra jutni. Természetesen, amikor lehet, főleg a jobb és a mérsékelt baloldallal, akkor az integráció és a kompromisszumok módszereivel élnék, ameddig egy azon cél elérése érdekében a néppárt egysége fenntartható. Itt jönnek képbe ezek a szöges ellentétes eszmék. Ezekkel rendkívül kicsi az esély arra, hogy bármiféle közös pontra jussunk politikai kérdésekben. Így a megegyezés lehetősége minimalizálódik, és csak egy rendkívül vékony réteg lenne képes kompromisszumot kötni a néppárt érdekeivel, ráadásul a progresszív fasizmus is elveszítené lényegi részét, amint az internacionalizmus felé húzna. Mint említettem egy előbbi válaszban, a szabadság talán a legfontosabb értékünk. De azt is említettem, hogy bizonyos nemzeti érdekek véget, gátakat kell szabni, falakat kell emelni. Így hát azon pártokat, ideológiai csoportokat, akikkel a nemzeti egység és a nemzeti értékek megtartása mellett nem tudunk megegyezésre jutni, minden további nélkül korlátozni, vagy szükség esetében betiltani kellene. Esetünkben természetesen egy ideális rendszerről beszélünk, ahol a politika nem csap át önös érdekekbe, hanem valóban az eszmeiség szerint működik az államapparátus. Ebben a helyzetben jogosnak érzem a szabadságjogok ezen szintű korlátozását, ugyanis egy egységes, fejlettebb államért dolgozik a vezetés,
amely végső soron az állampolgárok életének javulásáért és érdekeiért felel, elviekben szakértői szinten szükségletüket felmérve, precízen. És minden olyan csoport, amely ezzel nem képes azonosulni, mind csak a lázadást szítja. De ez is emberi tényezőkön alapul, amibe bele van kalkulálva a hiba és az önös érdekek lehetősége. Éppen ezért a jelen társadalmi iszonyainkat figyelembe véve, számomra a progresszív fasizmus egy utópia, amit jelenleg maximum csak megközelíteni tudunk, de elérni még nem. Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm a megtisztelő figyelmet. További szép napot, sziasztok! Dániel, köszönjük a részvételt, ebből mi is sokat tanultunk. Kedves hallgatók, nektek pedig köszönjük a figyelmet. Véleményeteket és meglátásaitokat szeretettel várjuk a komment szekcióban. Amennyiben ti is szeretnétek egy hasonló videóban nézeteiteket, filozófiátokat, vallásotokat bemutatni, írjatok e-mailt nekünk az ideologiaktarhaza@gmail.com címre. Tárgyként adjátok meg a témát, amiről beszélni szeretnétek, illetve néhány szóban vezessétek fel nekünk. További információért ajánljuk a videó leírását, illetve a komment szekcióban való böngészést és kérdezést. Sziasztok!